Egyre nagyobb az érdeklődés, hogyha figyelemmel kísérik az elmúlt napokban keltezett híreket a különböző politikusok, akárhány évvel ezelőtti munkái iránt. Vajon Gyurcsány Ferenc miből írt szakdolgozatot, Orbán Viktor miből írt szakdolgozatot, egyáltalán 92 körül ki miből írt szakdolgozatot és doktorit, és használta-e írásjeleket és idézőjeleket. Aztán itt ugye két törvényről beszélünk, egy az alaptörvény, amit már itt az elmúlt napokban emlegettünk, ami nagyon egyszerűen lefordítva a tudomány dolgairól, a tudománynak van bizony jogosultsága bármiféle ítéletet mondani, de semmiképpen nem a politikának. De van egy adatvédelmi törvényünk is, és van egy információs szabadságunk is. Na most akkor itt ezek szemben állnak egymással, vagy sokkal egyszerűbb a helyzet? Majtényi László a vendégem. Kedves csak. Szemben áll, vagy egyszerű? Hát mondja. Nem kérdezek többet, így is elég hosszú volt. Hát ugye az a helyzet, hogy az egy nagyon szép megoldás, és nemzetközileg is nagyon hát, divatos lett, amit a magyar jogalkotó még annak idején a rendszerváltás után 92-ben létrehozott, hogy egy törvénybe tette a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát, és egy ilyen holisztikus, egységes nézőpontot tett lehetővé. Valóban a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága egymást kiegészítik, de egyúttal konfliktusban is állnak egymással nagyon gyakran, hiszen a közügyek megismerése az lehetetlen anélkül, hogy emberi adatokat, személyekről szóló adatokat, hiszen az államnak ugyan rendkívül nagy természete van, mint tudjuk, de az államot is emberek működtetik. Tehát valóban van ellentét. De itt ugye azért itt több jog játszik, mint hogy a kis rövid bevezetőben ezt nagyon jól mondta is, ugye ott van a tudomány szabadsága, a tudomány nyilvánossága. Az biztos, hogy a tudomány csak úgy tud fejlődni, hogyha a tudományos tételek nyilvánosságra kerülnek, és ez az online korszakban teljesen természetesen megy is, hiszen a PhD dolgozatok azok szépen felkerülnek az internetre. Hát most már. Most már, de korábban is a tudományos műveknek a tárhelye, ugye egyfelől a könyvtárak, másfelől pedig az egyetemek és akadémiáknak azok az olvasó termei, ahol a tudományos dolgozatokat le kellett adni, például a Magyar Tudományos Akadémiában a kandidátusi értekezések, én is írtam annak idején egy kandidátusi értekezést, ugye ami a PhD előtti hasonló fokozat volt, az akadémiai volt, ez a mostani, ez viszont egyetemi szintű, hogy hát ezeket szabadon lehetett kutatni, egyébként én például mondjuk egy mai politikust említsek, én írtam tengeri fuvarjogról könyvet. Én ezt tudom. És a Martonyi Jánosnak az egyébként szerintem kiváló kandidátusi értekezését ehhez használtam. Balneológiában is jártas? Igen, a gyógyfürdőkben lakó bálnáknak a fiziológiájában. A gyógyvizek bálnákra gyakorolt jótékony hatása, ez a balneológia egész pontosan. Bálna ízületek. Például. Na, minden esetre azért itt az elmúlt napokban többször előfordult az, hogy egy adott intézménynek a vezetője azt mondta, hogy adatvédelmi okokra hivatkozik, és ezt nem adja ki, ezt a szakdolgozatot, vagy doktori disszertációt, vagy már nincs meg. Tehát, hogy mintha igazából, és meg is értem ezt a zavart a jelen helyzetben, tehát mintha igazából sokan nem tudnák, hogy mi a helyes út. Most akkor adjunk oda mindenkinek mindent, vigyétek, olvassátok, rakjátok fel az internetre, azt csináltok vele, amit akartok, vagy pedig azt mondják, hogy kérem szépen, érzem, látom, olvasom a hátsó szándékot. Nekem így ne vigyék ki senkinek a doktoriát. Hát, ugye ez azért érdekes, mert a jog azért alapvetően formális megközelítés. Igen, vagyis, és nem érzésekre tudom. Vagyis teljesen tisztában vagyok azzal, hogy mondjuk a politikusok által készített szakdolgozatok, doktori, PhD dolgozatok, ezek mostantól rendkívül érdekesek lesznek. Én hallottam, olvastam olyan javaslatokat is, amelyek arról szóltak, hogy szervezetten ezeket, nem tudom, egy intézmény dolgozza föl, és ellenőrizze, amit tébolynak tartok, hiszen megint akkor ugye az azt jelenteni, hogy a adófizetők 100 millió pénzéből 100 milliókat költünk el, teljesen értelmetlenül. Nem, de ez attól független, hogy
hogy ezeket lehet-e olvasni. Ugyanis ezek tehát nem bizalmas iratok. Nyilván más dolog egy egyetemi, szemináriumi dolgozat, bár én abban sem látok semmilyen rémest, hogyha azt valaki megszerzéssel olvassa. És nagyon érdekes, hogy mekkora paranoia van e mögött. Nekem 1997-ben volt egy ajánlásom, amit most elővettem, most annál is inkább a Péter Falvi Attila ennek az ellenkezőjét tartalmazó levelet írt, ami különösen érdekes akkor, amikor folyik Magyarország ellen az adatvédelmi hatóság függetlenségével kapcsolatban egy kötelezettségszegési eljárás, és ő folyamatosan ugye bizonyítja, vagy próbálja bizonyítani, hogy mennyire független a politikától, miközben egyébként a honlapjáról eltüntette az összes adatvédelmi biztosi ajánlást, és ugye áprilisban az adatvédelmi hatóság honlapján 3 nyamvat féloldalas közleményt, aminek semmilyen tartalma nincs, azok eltűntek. Azok mind eltűntek. Ugye a 90-es évek közepén, hogy a Horn Gyula és Torgyály József. Igen, arról adtam ki egy közös ajánlást. Igen, ez arról szólt, hogy a kandidátusi értekezését Horn Gyulának az MTA kézirattárából nem voltak hajlandók kiadni, és ugyanígy a Torgyály József kisdoktori értekezését. Ennek igazi pikantériája az volt, hogy a II. Világháború utáni békerendszerről írt, és rendkívül megértően nyilatkozott a Szovjetunióról állítólag ebben a dolgozatban. Többen olvasták, és annak idején megírták. És az a helyzet, hogy bármilyen hátsó szándéka van annak, aki ezt meg akarja ismerni, ezek olvasható szövegek. Egyébként nagyon érdekes, ugye Péter Falvi Attila tett egy olyan nyilatkozatot, amit ugye csak az újságokból tudunk, hiszen nem nyilvános, hogy nem kell az intézményeknek kiadni ezeket a diszertációkat. És akkor egy elővágással, miután én tegnap reggel nyilvánosságra hoztam ezt a 97-es ajánlást, néhány órával később az Orbán Viktor doktori diszertációja kikerült, és ma a vonaton visszafelé jövet, mert vidéki egyetemen tanítok, el is olvastam, és azt kell mondjam, hogy egy kitűnő munka. És abszolút megérdemelte a jelest erre a dolgozatára Orbán Viktor. Az a nagy baj ezzel, hogyha most hirtelen a fél ország, vagy az értelmiség háromnegyede, beleértve újságírókat, politikusokat, mindenkit, valami, nem tudom, csillaghullás következtében egyszer csak úgy ébredne, hogy még tudni akarok, még tudományos munkákat akarok olvasni, igen, doktori disszertációkat, ide nekem, megyek a könyvtárba is, megszerzem, mert meghalok, ha ezt nem olvasom, akkor az egy érdekes és nagyon szép történet lenne, és biztos mindannyiunk javát szolgálna. De hát pontosan látjuk, miért kell Orbán Viktor dolgozata azért, hogy van benne idézője, van benne lábjegyzet, van benne Gyurcsány dolgozata, miért kell? Van utalás, van hivatkozás? Tehát most azért, mert az egyetem megállapította valakiről, hogy ellopta más munkáját, ezért most azzal próbáljuk menteni, hogy hát, ha más is ellopta más munkáját. Pedig őt azt nem fogja mentesíteni. Ezzel nekem semmi kifogásom nincs. Mindenki vállalja az életét. Ezek a dolgozatok, ezek nem titokban készültek, és nem a titkosság számára. Tehát attól, hogy valaki közszereplő lett, attól neki nem több joga van az előéletét eltüntetni, hanem több kötelezettsége van arra, hogy a saját életét transzparenssé tegye. Ebben egyetértünk. Legyen nyilvános, olvassuk el, csak egyszerűen a szándék az, tudom, ami olyan. Én tudom, hogy mekkora hipokrízis van amögött, vagy látszólagos talán ez a hipokrízis. Én azt mondom, hogy magunk között, szóval én nem hiszem, hogy a Horn Gyula dolgozata, a tudomány ügyét annyira elővitte ezt a kandidátusi dolgozat. Nem láttam ezt hivatkozva. De az az elf, hogy ez egy tudományos dolgozat, és azt mindenki elolvashatja, mert ha nem olvashatná el, akkor az a tudomány csorbát szenvedni. És ugyanez az egyetemi doktori dolgozatokkal is ugyanez a helyzet. Csendes, mert szakdolgozatokig megyünk. És egyébként tegnap olvastam a Facebookon, egy nagyon szellemes ember azt mondta, hogy nyugodtan alszik az, akinek nincs diplomája és nincs egyetemi végzettsége. De visszamehetünk még az óvodában készített rajzokig is. Hát azt mondhatom azt, hogy nekem is van 3 doktorátusom. Hát semmi kifogásom az ellen, hogy ezt bárki elolvas. Egyébként nagyon érdekes, hogy amikor ez a 97-es ügy volt, nagyon magas állami vezető, nagyon emelt hangon
kifogásolta és számon kérte rajtam ezt az ajánlást, és azt mondta, hogy de az összes balos, új balos vagy maoista dolgozatot is nyilvánosságra kell hozni, hogy ezt miért adresszálta nekem, azt nem tudom, és azt mondtam, hogy természetesen. Na, hát akkor minden legyen nyilvános, és akkor mindenki minden. Sokkal... De ilyen szempontból, tehát a szakdolgozatok doktori, és akkor talán nyugodtabban alszunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.